Most nyílik az ajtó, égnek a neonok, száll a kávé illata, a pult újra ragyog. A zenegépen elindulnak a legnagyobb retro slágerek. Lépjen be Magyarország legretróbb presszójába. Ez az Abaházi Presszó, ugye sejti kivel? Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8 óra múlt 8 perccel nyit a presszó helyén, a székek letörölve, az asztalok, és így várom a vendégeket. A mai vendégem hazánk legismertebb emberei közé tartozik, de nem a mai értelembe vett celeb, hanem egy olyan korban lett sokunk kedvenc, amikor még mindenképpen kellett tudás, egyéniség, tehetség és főleg produktum ahhoz, hogy valakit megkedveljenek az emberek. Folytatódik az Abaházi Presszóban a Mi lett vele, vagy Mi van vele mostanában sorozatunk, amelyben ma Kertész Zsuzsát látom vendégül. Ahogy szoktam, indítok egy jó kis zenét, töltök egy klassz italt, és már is kezdjük a beszélgetést. SMS, telefon és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Kertész Zsuzsa, szép jó estét kívánok, csókolom. Jó estét kívánok mindenkinek. Szeretném azzal kezdeni, hogy nem tudom, tudja-e, de nagyon rám ijesztett ma. A következő történt, ez egy ilyen kis kulisszatitok, ezt nem is feltétlenül önnek mondom, a kedves hallgatóknak, hogy nekem van egy szerkesztői segédem. Azt szoktam mondani, hogy a kis pultos lány itt a presszóban. Andrea, aki általában a vendégeket felhívja, hogy érkezzenek, hányra érkezzenek, hova érkezzenek. És Kertész Zsuzsa azt kérte, hogy ma délután 4 órakor mi beszélgessünk egy kicsit, hogy egyáltalán ismerkedjünk. És ahogy én felhívtam, és elkezdtem mondani, hogy mit szeretnék, megijesztett, hogy ön erről nem szeretne beszélni, önt ezt így, hogy nem nagyon foglalkoztatja. Nagyon örülök neki. És így legalább érzelmeket keltettem magában. És aztán persze, én hallottam a hangjában már ott is a mosolyt, hogy úgy direkt tetszett ezt csinálni, hogy... Nem. Direkt nem rákcsikálok, csak hogyha, és maga azzal kezdte, amikor az újságírók, és akkor azt mondtam, hogy nem, maga beszélgessen velem. Mi érdekli? Akkor maga megint mondott valami, és mondtam, ez nem, ez máshova tartozik. Maga beszélgessen velem. Magát mi érdekli belőlem? És változatlan a kérdésem. Magát mi érdekli belőlem? 10 óráig ki fog derülni. Vagy most válaszoljam meg? Hát én gondoltam, hogy van annyira frappáns, hogy már is mond valamit. Én felírtam egy, majdnem csúnya szót mondtam, nagyon-nagyon sok dolgot. Maga ne mondjon csúnya szavakat. Én már azt egyszer mondtam. De ami érdekel, azt nem fogom most így elmondani, hanem azt így beszélgetés és kérdés formájában fogom ezt feltenni. Oké. Okay. Mert én azt gondolom, hogy ez a presszó egy olyan lehetőség és egy olyan alkalom, ami mindig a vendégnek, tehát jelen esetben önnek is egy ilyen különleges lehetőség. Tehát nem egy ilyen klasszikus riport, hogy én, mint riporter kérdezem önt, ön pedig válaszol, aztán jön a következő kérdés. Én tényleg beszélgetni szeretnék. És én nem is nagyon szeretem előre eldönteni, hogy engem mi érdekel feltétlenül. Tehát nem... Na de mondjon már valamit, ami érdekli ebben. A zene. Érdekel az, hogy milyen zenét, de ne tessék most nekem válaszolni. Nem is fogok, ne aggódj. A zenéről szeretnék beszélgetni, a munkájáról szeretnék beszélgetni, hogy hogyan élte azt meg annak idején, amikor még nem voltak elődjei, nem volt kire felnézni, nem volt példakép, hogy aztán egy bemondóból akkora sztár lett, mint ön. Jaj, na nem áll. De ez engem érdekel, hogy ezt hogy érte Értem. Meg? Tudja, mit nem kezelek jól, és maga sem. Hogyha most azt mondanám, Csaba, maga olyan jól néz ki, annyira klassz a szemöldöke, vonzó a hangja. Ezt én sem most kezelem, ez az jól. Ugye milyen vacak? Igen. Nagyon vacak érzés, mert nem tud igazán mit kezdeni vele, és még a haját nem is dicsértem, hogy milyen klassz, hát, ilyen röviden. Aztán arra most adhatnánk pedig. Na de ez is érdekel, az ön haja például, az ön frizurája, az, hogy annak idején, ahogy megjelent a tévében, mennyire volt önmaga, mennyire tette bele a saját kreativitását a ruháiba, a frizurájába. Ezt mind-mind meg szeretném önnel beszélni majd a folyamán, és ha lehet. És ma este ágyazunk is. Legyen ágyazás is benne? Mert a 2 órában mindez nem fog félő, hogy nem fér bele. Már ez. És képzelj el, hogy még én is szeretnék valamit mondani. És arra is kíváncsi vagyok, hogy ön mit szeretne mondani.
Szerintem minden bele fog férni. Okay. Én azt gondolom, hogy egy érdekes két óra elé nézünk. Abban nagyon bízom, hogy jól fogja magát érezni. Én biztos vagyok benne, hogy én jól fogom magam érezni. Még valamiben bízom, hogy a Presszó közönsége, a retro hallgatói szintén jól fogják magukat érezni. Viszont azt ígértük a retro Facebook oldalán, hogy adunk némi magyarázatot arra, hogy miért azt a képet raktuk ki, amit kiraktunk. Uh-huh. Ezt látta? Látom, hogy, igen, most hogy, innen oda sandikázom, és akkor látom azt a képet. És annyit tudok, mert ezt előzetesen elárulta, hogy ez Szombathelyen egy táncverseny közvetítése közben készült ez a kép. Igen, és nagyon szép a nő. Most így gyönyörű. Visszanézve látom, és még... És nem csak visszanézve, hanem szemtől szembe is egyébként, de jaj, nem mondom Csaba, ezt, mert nem megint, tud vele megint. Na menjünk vissza ehhez a szombathelyi eseményhez, így van. Hogy annak idején annyi minden jóban volt részünk. Többek között egy ilyen szombathelyi táncverseny, amikor megtanultam, hogy mi az, hogy latin tánc, meg mi az, hogy standard tánc, meg ismertetni is kellett ezeket. És Imre volt a férfi ember, én voltam a női ember, és felváltva Imre az Antal Imre, Antal Imre, csak hogy mindenkinek igen, világos köszönöm. Legyen, gondolom. És akkorra csináltak nekem egy ilyen igazi selyem ruhát. Gyönyörű volt, hogyha a hölgyek hallgatják, akkor olyan 4 méter hosszúságú selyemből suhant a szoknyám, és a felső része az mindig bőre sikeredett. Akkor mindig bevartak valamit, hol a vállából vették be, hol itt elől a mellénél húztak egy-egy kis redőt rá, de a végén aztán egészen jól nézett ki a dolog, és akkor tapasztaltam meg, és ez régen volt, szóval évtizedeket megyünk most vissza, régen volt, hogy voltak szovjet versenyzők, szándékosan mondtam, és volt egy svájci csapat, és volt egy skót páros. Ha maga látott életében gyönyörű nőt, de tényleg gazella termettel, gyönyörű ruhával, na-na, hogy teljesen rá volt szabva a testére, ami ugyancsak csodálatos volt, meg fölmecve, hogy a combja is kellőképpen lássék, és a férfi partner is olyan volt, na hát én életemben olyan gyönyörű párost még nem láttam, viszont visszatérek erre a férfira, a svájcira, aki viszonylag kicsike, karcsú volt, a felkészítésben volt szerepe, olyan könnyedén lépdelt, hogy tényleg elhittem, hogy lehet a föld fölött lebegni. Az oroszok, bejött Tatjana, a szorosra font, föl a fejtetőre, és olyan copf volt, hogy az aztán le nem jött onnan, az biztos. Bevonultak, és annyira fönt volt az orra, hogy nem is tudom, hogy hogy látott le az asztalra, mert enni azt nagyon és a könnyed kis svájci az ott olyan hókamókát rendezett, miközben egy elegáns úrról beszélünk, elbújt a függöny mögé, előcsalt mindenkit az ő táborából, és akkor megéreztem, hogy melyik világban szeretnék élni. Maga el tudja. Gondolom, hogy ezt nézve, nem tudom, ez mennyire jött át akkor a televízión. Édesanyám nézte mindig. Hát azok mindig. Nem, mert az már ott a táncolás volt a lényeg, és táncban mindenki verhetetlen volt. Igen, de azt gondolom, hogy, hogy ha valaki ilyen, föld fölött jár fél centivel, akkor az megjelenik a táncban is, és ugyanúgy a szovjeten is lehetett látni, gondolom, ugyanazt a feszességet. Hát oda tették, igen. Egyébként, bocsásson meg, csak erről nekem mindig eszembe jut valamiről valami maga, akkor jelezzen, ha zenét akar adni, jó? És akkor én elhallgatok. Én például most jelzek. Akkor jó? Tessék. Jelzem, hogy meghallgatunk egy-két dalt, és aztán beszélgetünk tovább itt a Retro Rádióban, Kertés Zsuzsával, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk... Kertés Zsuzsa, akire azt írja Kató Béla, mint hallgatónk a Retro Facebook oldalán, hogy imádom ezt a nőt, Csaba, köst fel az alsóneműt, provokálós két óra van előtted. Én imádni fogom, mint ahogy már most imádom ezt a két órát, most már sajnos csak másfél óra van, de én azt gondolom, hogy elég sokat fogok tanulni a következő másfél órában, és ezért remélem, hogy nem kell fizetnem. Ezt most meghallják azok, akik netán hallják, és valaha is hozzám tartoztak úgy is, mint a kertész gyerekek, tehát akiket valamikor tanítottam, akár csoportosan, vagy egyedien, vagy csak közvetlen közegemben vannak, ugyanis azok mindig megvádolnak. De állandóan tanítani, kitanítani, megtanítani akarsz, és én nem akarok megváltozni.
és akkor valamit csinálok, valami olyat, ami még tán tetszik is neki, akkor csöndben marad, és akkor a következő alkalommal látom, hogy már csinálja. Egyszer volt egy olyan lányka, aki bejött nyusziként, és ilyen bocsánat, hogy élek, és se szava, se hangja, semmilyen nem volt, és telt múlt az idő, csütörtökön és szombatonként voltak a foglalkozások, és ez úgy kezdett erőre kapni ez a lány. És eljött a karácsony, amivel eljött a szünet, amivel eljött az, hogy nem minden csütörtökön és szombaton találkozunk. Mondtam, hogy hát akkor gyerekek, legközelebb január. Ez fölpattant, és úgy bevágta az ajtót, hogy az ajtófélfa majd kidőlt, és azt mondom, Istenem, életem legszebb pillanat, hogy egy nyuszi kiszedi az ajtóból az ajtót, és utána eltelt egy jó idő, és egyszer csak a szinkronban valami hajnali órán, kora reggel volt, nagyon mocos is voltunk, mocosak voltunk mindahányan, és bementem, és a folyosó végén ott ült ez a lány. És én meg felragyogtam, hogy Ági, hát de jó, hogy látlak, de klassz, hogy itt vagy. És elkezdett bőgni, mondván, hogy ő azt hitte, hogy én örök életre kidobtam a szívemből, és hogy én még csak a nevét sem fogom megjegyezni, és őt magát sem. De valamivel adós vagyok. Engedje meg, hogyha... Az oroszok? Az oroszokat szeretném befejezni valahogy. Igen, mert elkezdtük mesélni a ruha történetét, ami a Retro Facebook oldalán látható, és aztán eljutottunk a svájci skót párosig, táncosokig, és valahogy az oroszoknál egy pillanatra megálltunk, mert akkor zenét szolgáltattunk. Igen. Na, akkor maradjunk az oroszoknál. Én egyébként orosz szakos tanár vagyok végzettségem szerint, amire egy időben nagyon büszke is voltam, nagyon sok mindent tudtam csinálni, elérni az orosz nyelv miatt. És az Alekszandrov együttes, amikor az öreg Alekszandrov 80 éves volt, itt vendégszerepelt, most úgy mondanánk, hogy roadshow-ztak, de hát akkor még felkerestünk néhány vidéki, és a gála az az Erkel Színház. Az Erkel Színházat is imádtam, az Operaháznak a hangulatát is, a Mátyás templomban is konferáltam, hát mindegyiket különböző belső feszültségek. Hát ott az Erkel Színházban én láttam a felvonuló tánckart, énekkart, százával voltak, és az öreg ott állt középen. Én pedig, hogy kilátszak a takarásból, egy rekeszen álltam, és onnan szemléltem, hogy ja Istenem, és milyen klassz, hogy én ezt konferálhattam. És akkor az öreg így kiintett, hogy gyere be! Hát én meg visszaintettem, hogy szó se lehet, én itt állok a rekeszen, hát az ő produkciójukhoz képest én egy semmike vagyok. Akkor az öreg még morcosabban kihintett, hogy már pedig gyere be, gyere ide, ide mellém. Mondtam, nem, na most el tudja képzelni, hogy az Alekszandrovnak, a 80 évesnek, hát nem tudom én hány száz tagú együttesének, én azt merem mondani, hogy nem megyek a rekeszemről. Gondolom előtte senki nem mert ezt megtenni, hogy nemet mond neki. Hát feltételezem, de mindenkinek van egy első. Szóval oda küldött egy legényt, katonák persze, az derékon ragadott, mint egy pillét. Fölkapott, és bánk oda tett az Alekszandrov mellé a legközepebb középre. És ez hát előadás mi? Közben? Hát a tapsok. Tapsvír a tetején, amikor mindenki már úgy ünnepelte őket, hogy ők a csoda, tényleg azok. És kiderült, hogy mi volt a szándéka ezzel? Hát az, hogy hozzá tartozom a produkcióhoz. Mi az, hogy ott kint állok? Hát tessék bejönni, hát én konferáltam őket, nem tudom én hány városon keresztül, és most itt a gálán is. Mi az, hogy ellen? Szerette a tapsot? Igen, és erről megint csak nekem mindig eszembe jut valami, de elmondom, hogy amikor valaki nagyon meg van ijedve, és érzi, hogy te jóságos Isten, neki most szerepelnie kell, függöny elé kell menni, olyan lámpalázas, hogy azt se tudja, hogy most mit csináljon hirtelen, akkor azt mondom, készülj fel. Azt, amit szeretnél elmondani, azt próbáld meg magadban előre megfogalmazni. A legkülönbözőbb változatokban nem leírva, megtanulva, mert akkor az alanyt keresed az állítmányhoz. Tehát inkább a variációt vedd alapul. És amikor kimész, add a tapsot, mert felkészültél, megcsináltad, neked már azt kell hallanod,
ami a produkciódat illeti. Nem azt, hogy hogy fogom végig izgulni itt a 10 percemet, vagy valami. Úgyhogy a Halda tapsot nálunk egy jó kis szlogen, ha bármi nehéz dolog történik az életünkben. Halda tapsot. Az, hogy hogy fog megoldódni. Nekem erről meg az jut eszembe, amiről aztán majd megint két zene után beszélgessünk, hogy az, hogy a mondandódat hogy fogalmazod meg, ugye így fogalmazott, hogy ma már a legtöbb embernek, akik lehet, hogy nem jól fogalmazok, nem a legtöbb, de nagyon sok olyan ismert ember van, aki mikrofont kap, lehetőséget kap, kamerák vagy akár rádiomikrofonja előtt, de mondjuk mondandója nincs. Hogy ezt hogy lehet megélni úgy, hogy ahonnan ön jön, tehát amit az elején mondtam, hogy ott mindenképpen kellett tudás, produktum, volt valamiféle érték, hogy milyen ezt látni a mai világban, erre nagyon kíváncsi vagyok. Végtelenül egyszerű, és sajnos nagyon sok mindenből kimaradok. Tehát lehet, hogy valaki ilyen riheg, röhögcse mondatot nem tud befejezni fazon, és kikapcsol. És ettől tulajdonképpen haragszom is az illetőre, hogy miért nem készült fel, miért nem beszélt tisztességgel. Hát szerettem volna őt is, meg a partnerét is meghallgatni, de annyira idegesít, hogy nem tudom elviselni. És tele van most már, nézze meg, ezek a Budapest, mindegy, mert akkor reklámnak számít. Szóval küldemények, amiknek a boríték hátuljára felírtam azokat a dolgokat, amiket imádtam így menet közben. Mondja már meg nekem, hogy az mit jelent, hogy a befelé eső lába is megfájdult. Ezt hol hallotta? Egy újságidézet. Ja, hogy olvastam. A másik. Hát, de az se veszem többé, mert nem szeretem. Ne idegesítsenek engem. Azt mondja, a szülés után is óvni kell a magzatot. Hát aki valaha is szült, meg tudja mi az, hogy magzat, az biztos nem mond ilyet. Van még. Jó, csak egy kulisszatitok a Presszó közönségének, hallgatóknak. Hány borítékot látok? Ez menet közben tudja, amikor... Kettő boríték, meg egy-két kis fecni, és majdnem teleírva mindegyik. Vannak jegyzetek, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van ezeken a jegyzeteken. Ezeket szeretném megbeszélni, jó? Majd provokáljon. Fogom. Katona Klári énekel, ez a Gömbölyű dal itt a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Kertés Zsuzsa, és egy perccel múlt 3:49. Ott tartottunk, mielőtt elkezdtünk volna megint zenélni, hogy behozott jegyzeteket. Ezek borítékok, gondolom számlalevelek, apró kis fecni, gondolom talált otthon valami kis papírt, és felírt gondolatokat, amit hát vagy velem, vagy a hallgatósággal szeretne megosztani, mert hogy én úgy tudom, aztán meg kijavít, hogy szívügye, vagy küldetése, hogy a magyar nyelvre vigyázni kell, annak a szépségét mindenkinek meg kellene őrizni, ápolni kellene. De hát ugye az előbbi példából is látszik, hogy az újságokban sem feltétlenül tudunk erre figyelni, nem beszélve a rádióról, tévéről, mik hangzanak el mostanában? Úgy gondolta, hogy az van, de nem feltétlenül, mert például ezen a lapon inkább a pszichológus beszél belőlem, aha, a nyelvművelő pszichológus. Mert ezt bizony állítom, hogy aki a saját személyiségével, a saját fontosságával, a saját lényével nincs egálban, az nem fog tudni megszólalni úgy, hogy a másikra hasson. Tehát mind a kettőt egyengedni kell. Na most vannak olyan hozzám járó emberek, nem mondom, hogy a pszichológushoz, noha pszichológus diplomám van, de most erre nem térek ki, mert jogilag most már másképp értelmezik a terápiát, de járnak hozzám olyanok, akik szívesen elbeszélgetnek, akár beszéd, akár pszichológus segítség ügyében. És azokat is megpróbálom erről meggyőzni, nincsenek érzelmek, és nincsenek érzelmeket kifejező szavak. Tehát mikor megkérdezem, hogy hogy van, és az a válasz, hogy jól, akkor ennek nagyon örülök, és utána megkérdezem, mit jelent neked az, hogy jól vagy? Hát, hogy jól érzem magam. És akkor az mit jelent, ha jól érzed magad? Tehát az, hogy öröm, felcsattanó jókedv, vizsereg a
bütyköm, teljesen mindegy, tehát valami olyan, olyan érzés, amiről megtudhatnám, hogy benne mi zajlik, és hogy nincs jól. Tehát magyarul nem beszélünk se tisztességesen, se belülről fakadóan, se őszintén, és jönnek a kapcsolati válságok. Mert ha nem beszélünk, ha nem köszönjük meg azt, hogy megágyazott, míg én lezuhanyoztam, hanem teljesen természetes, akkor azok a kapcsolatok félremennek. Ha nem tudom azt mondani, hogy bocsáss meg, én most azért vagyok a fürdőkádban, mert nekem most el kellett vonulnom. Igen, te fürdesz? Addig, amíg én itt lótok, futok, gyerekek, izé, pelenka, meg főzöm a vacsora, meg stb. És te meg visszavonulsz, és bennülsz a kádban. Igen, de hát könyörgöm neki, most arra van szüksége ahhoz, hogy újjáélethessen. Tehát a kifejezésbéli dolgok is, az érzelmi dolgok is nagyon nehezen jönnek. De ez tanulható? Ezek szerint igen, van rá terápia, de hogy mindenkinek el kellene mennie Kertész Zsuzsához? Vagy, vagy mondjuk mindenkinek nem, de... De ugye én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt a szülőknek kell rendelkezni valamiféle intelligenciával ahhoz, hogy ezt át tudják adni a gyermekeknek. Csaba, hogy és a szülők tanulni. Hol tanulták? Na, de hogy a szülők kitől sem tanulták meg? Tehát akik akkor most lehet, hogy az gyerek... iskolában kellene. Gyerekek, meg szülők, meg stb. Tehát példát tudok csak rá mondani. Egyrészt én magam legyek a példakép. Tehát ez egy elvárás tőlem. Beszéljek olyan ízesen, zamatosan, ne engedjem, hogy így lerongyosodjon a magyar nyelv. Akkor, amikor nagy írók és költők vágyakoztak arra, hogy a magyar nyelv árnyalatait milyen klassz lenne tudni, hát akkor ne silányítsák már el a nyelvet, tehát akkor én is figyeljek oda. Nagyon büszke vagyok egyébként arra, hogy a gyerekem ugyancsak válogatott szép szavakkal szól. És az nekem nagyon jót tesz. Na most, amikor jönnek ezek az emberek, akik miattam értem, beszédért, stb. Jönnek, akkor én megpróbálom azt a formát hozni, amiből ő, hát ha kiérzi azt, hogy milyen árnyaltsággal lehet beszélni. És tanul szavakat, és tanul gondolatmeneteket, és mindig arra is biztatom, hogy a legvadabb hülyeséget képzelje el, mert abból még lehet valami. De ha egy silány ponton megragad, az nem fog kispriccelni a világba, ha nincs fantáziája és nincs szókészlete hozzá. Erről eszembe jutott egy történet egy volt kolléganőmről, akinek az volt a dolga, hogy a műsorvezetői beszédeket megvágja rövidebbre. Amikor a műsorvezetője nagyon-nagyon hosszan beszél, akkor ő mindig megvágta. És ő innentől kezdve úgy kezdett el beszélgetni emberekkel a boltban, a buszon, bárhol telefonon, hogy ő már fejben vágta. Hát ilyen... Az is jó, ez, amit... Ez alapján azt gondolom, hogy ön bármikor hall bárkit beszélni, akkor ő már fejben tovább gondolja, hogy hogy lehetne szebben, jobban kifejezni. És tudja még, mire jöttem rá? Hát egyrészt én is nagyon sokat vágtam a Nagy Magyar Rádióban annak idején, és arra jöttem rá, hogy mostanában már nem érünk rá kivárni a hosszú dumákat. Nem véletlenül használtam a duma szót. Tehát aminek se eleje, se vége, se közepe nem szól semmiről, csak úgy elplegykáljuk magunkat, és akkor az megy, ömlik. De ha megnézi az SMS-eket, megnézi az e-maileket, már csak h van odaírva, és ki kell találni, hogy az a hogy. Tehát a rövidítések, hogy minél hamarabb, minél több üzenetet el tudjunk küldeni, oké, de akkor beszéljünk tömör mondatokban. És most nehogy már, múltkor leemeltem egy Babits kötetet, és elkezdtem olvasni, és azt mondtam, ne haragudj, Misi, nem megy. Tehát annyi mindent kellett volna... Ne haragudj, Misi! Annyi mindent kellett volna tudni hozzá, ami sajnos hiányzik az ismerettáramból. És olyan bőlére volt eresztve, és olyan körülményes volt a megfogalmazás, hogy nem értettem szinte, és ahhoz, hogy visszatérjek rá, megértsem, kijegyzeteljem, kiszótárazzam, tudjam, hogy ezt most melyik görög és melyik filozófus és miért mondta, nem ment. Na hát akkor oké, akkor beszéljünk röviden, fogalmazzunk érthetően, nem kell a sok duma, de legyen benne gondolat. Szerintem a mai műsorban van. Én legalábbis azt gondolom, hogy ma a Presszó vendégei kapnak gondolatokat. Ez egy rejtett bók.
nem tudok velem igazán mit kezdeni, mert úgy feltételezi. Mondok egy példát. Jó. Gondoltam, zenélünk egyet, és akkor visszatérünk ezekre a gondolatokra Máris később. Azt mondja, a színésznő, amint egészségügyi állapota lehetővé teszi, na zenéjen. Vissza fogunk ezekre térni, ígérem. Folytatódik tehát a beszélgetés rövidesen itt az Abaházi Presszóban Kerti és Zsuzsával, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Kerti és Zsuzsával beszélgetünk, sőt, azt írja nekünk Bozsóki Tamás a Retro Facebook oldalán. Csaba, hagyd a francba a zenét. Zsuzsát akarjuk hallani, sztorizni. Jaj, Tamás, de klassz. Én hagyom. Na, hagyd akkor. A zenéket nem hagyom azért teljesen, mert közben kapom azt is, hogy jó lenne, hogyha minél több zene szólna. De hát ebben a két órában itt a presszóban azt gondolom, hogy történnek olyan fontos dolgok, amit elraktározva bármikor elő tudunk venni, és hasznosítani tudunk. Tehát, hogy kapunk információt. Ma meg aztán főleg. Csaba, van még egy borítékom. Engedje már meg, mert ezt most találtam. Tessék. A legérdekesebbek szerinti rendezés van kiválasztva. Így előfordulhat, hogy néhány hozzászólás ki van szűrve. Most, ha maga érti, akkor gratulálni tudok hozzá. Ezt valamelyik Facebook nem oldalon tudom. Nem tudom. Olvashatta, és valószínűleg ez egy magyarázat arra, én azt gondolom, hogy valaki feltette egy kérdést, hogy miért nem látható minden hozzászólás, és ez lett rá a magyarázat. Nem tudom, de ezek a szenvedő szerkezetek, igen, akkor, amikor ugye arról beszélünk, hogy ne a névszósított változatokat, ami lecsücsülteti, nehézé teszi a nyelvet, most, amikor mi pörgünk, hanem azokat, amik igésített, rövid, stb. Tehát a kerül megrendezés, azt még nem lehet megrendezni. Az, hogy ki van szűrve, miért kell nekem itt szenvedő szerkezettel küzdeni, kiszűrjük. Mert én azt gondolom, hogy egyrészt felelősséghárítás, tehát, hogy nem én állítottam be ezt a szűrést, hanem ez be van állítva, vagy be van állítódva. Na pláne. És így ez innentől kezdve nem az én felelősségem, és próbálnak úgy fogalmazni, hogy olyan fellengzős legyen, olyan kicsit hivatalos. A hivatalos nyelvet eleve nem szeretem. Tehát én nem tudok szerződéseket olvasni, mert nem értem a nyelvezetét. Nem véletlen, az se. Ez se, az se. Én bíráknak is, ügyészeknek is csináltam régen tréningeket. És pont erre próbáltam őket rávenni, hogy legyen érthető, legyen közérthető, még akkor is, amikor netalántán egy tárgyaláson megszólalnak. Az volt a válasz, hogy ennek megvan a terminus technicusa ennek a szakmának, tehát ennek szakkifejezései vannak, és csak abból értenek. Na, nem hiszem el. De ki ért abból? Hát a másik ügyvéd. A másik ügyvéd, a másik bíró. Igen. És most vannak olyanok, akik akár ügyvédként kerültek hozzám, és megpróbálom erre rávenni őket. És tényleg az a duma, megint használom ezt a szót, mert ez már ilyen pletyka szintű kifejezés lesz, hogy ha azt akarod, hogy az a szerencsétlen ne értse, hogy mit mondasz, akkor olyan többszörösen bővített, alá mellé rendelt mondatokkal beszélj, hogy még csak véletlenül se sikerüljön neki. De ha azt akarod, mert azzal fordul hozzád, hogy tessék nekem megmondani, ezek most miért akarnak engem beperelni, akkor az tő mondatokban is el lehet mondani világosan és érthetően. Tehát a félrevezetés eszköze a duma. Ha egy gondolatot akarok kifejezni, azt tömören is meg tudom tenni, nem? Ez érdekes, hogy a félrevezetés eszköze, mert közben a meggyőzés eszköze is lehet a duma. Hát, nem tudom. Tehát a meggyőzés eszköze akkor és úgy lehet, hogyha valóban beszélgetnek. És az, amit ő mondott, megjelenik a másik arcán, hogy érti vagy nem érti. Ha nem érti, akkor nem benne van a hiba, hogy ő a hülye, hanem bennem van a hiba, hogy nem az ő nyelvén szóltam. Tehát mindenkinek meg lehet találni a nyelvezetét, hogyha a reakcióiból látom, hogy leesett, nem esett le a tantusz, megpróbálom másképp megfogalmazni. És mindenkivel szóba lehet elegyedni.
Azt írja nekünk Sándor, kicsit foglalkozunk azokkal is, akik hozzászóltak a Retro Facebook oldalán a posztunkhoz kommentben. Sok-sok éve virtuálisan hozzászoktam, hogy mindenkivel tegeződünk, 4 évestől a 102 évesig. Ritkán van, hogy magázódunk. Személyesen találkozom valakivel, természetesen magázom, önözöm, de már nehéz odafigyelni, tartani. Ezt most nem is értem. Tegmagön ne menjen át keverésbe. Most erre ez a jó példa, ahol... kimaradt egy A, és azért nem értette hirtelen. Igen. Te maga ön, vagy bejött egy plusz G. Igen. Profi, gratulálok ehhez is. Gondolom ahhoz, hogy mi tudunk úgy beszélgetni, hogy magázódva. Köszönöm, lehet tanulni, példát venni. Ezt pedig én köszönöm Sándornak, mert én is ezt tapasztalom, hogy mindenhol mindenki át szeretne váltani tegezésbe, és mindenki hozzáteszi, mert úgy könnyebb. Igen. Régen azt mondták, hogy az angolból átvettük, ugye, hogy csak a te létezik, úgymond. Én meg azt mondom, hogy létezik a te, és hogyha egy idősebb hölgy nekem azt mondja, akkor csúnya dolog visszamagázni, tehát akár csendőrpertú esete, amikor a csendőrnek szabad, nekem nem szabad visszategezni. Az, hogyha én egy tiszteletet, egy tekintélyt szeretnék megörvendeztetni azzal, hogy igen, magázom és megadom ennek a módját, akkor az, és a gyerekemet annó arra tanítottam, kis kölyökképű volt világéletében, tehát még most se olyan, mintha igazi nagy felnőtt lenne, és mindig arra tanítottam, hogyha egy férfi nem lehetne az apád, tehát nem akkora a korkülönbség, és letegez, gond nélkül tegezd vissza. És valóban egyszer volt egy leasingelt autónk, és ott az úr, aki felajánlotta ezt a szerződést, az letegezte az én Andoromat. Mire Andor visszategezte. Az úr alig maradt meg a székén, majd leesett az asztal alá, hogy jön ez a fickó ahhoz, hogy letegezze ő. Ugyanakkor én meg volt, hogy egy hölgyet nem tegeztem vissza, nagy tiszteletem okán, és akkor a hölgy azt mondta, nem vagyok még olyan öreg. Megsértődött. És én meg úgy gondolom, hogy az, hogyha hiába vagyunk mi kollégák, mi életünkben most találkozunk először. Tehát maga itt az ajtóban bemutatkozott, és én is megmondtam a nevemet. Noha meghívott vendég voltam, úgymond. Pedig tudtam, igen. Meg én is tudtam. De most találkoztunk először. Na most az, ha én fölajánlom, hogy tegezz már Csabi Babi, hát hogy jön az a képbe? Nem tudtam volna azt mondani, hogy érti? Jó van, bakker. Hát ez az. Tehát az, hogyha egyivásúak vagyunk, ha egy buliban vagyunk, akkor nagyon hülyén festene az, hogy... De itt megint visszatérek arra, hogy kinek a felelőssége, és örülök, hogy ezt elmondta, hogy megtanította a gyermekének. Amikor a gyermekeim bekerültek általános iskolába, akkor az általános iskolai tanárnéniüket tegezték. Hát, most, hogy mondjam, meg volt engedve? Ez így, megengedték nekik, hogy tegeződjenek. Igen. Szóval nekik ez... Ragadám az ilyesmi? Igen, tehát nekik ezt megengedték. És most a nagyfiam bekerült középiskolába. Itt viszont már senki nem engedi, és ő meg tudja tanulni, csak én azt gondolom, hogy lehet, hogy a gyerekeknek jóval korábban el kellene kezdeni ezt tanulni, nem 15 évesen, hanem már 6-7 évesen. Megeshet, és van is erre példa, de a pici gyerek az még a tegeződéshez szokik hozzá, mert ott még az anya, a nagyi, a gyere ide, az add ide, a satöbbi, tehát itt most néhány évesekről beszélünk. Aztán valóban bekerülnek az iskolába, és ott már rangok alakulnak, rangsorok alakulnak ki, tiszteletek, tekintélyek keletkeznek. Tehát ott már kezdi megtanítani a tanítónéni is, hogy nekem azt mond, hogy... Tehát itt az én kis 2 évesem a kertben, az röpül felém, mint anyám, és mondja, Zsuzsó néni! Még nem beszél, de a Zsuzsó nénit már tudja, mert cserébe kis paradicsomot kap. És csókolommal, vagy szijával köszön? Nem köszön még. De nagy valószínűséggel sziát mond, majd amikor gazdagszik a szókincse. És ezt elfogadja tőle? Hát már hogyne? Hát 2 évestől, hogy ne fogadnám el? Sőt! De és akkor mikor váltson át? Majd az jön. Majd az és jön van magától. Egy olyan hölgyike, aki ugyancsak mikor 3-4 valahány éves volt, de még kicsi, akkor gond nélkül tegeződött velem, és úgy kérte az anyát, hogy hadd menjek le a Zsuzsi nénihez egy kicsit kapirgálni a kertbe.
és akkor jött is Zsuzsi néni, és akkor adjál valamit, oké. Aztán eljött a serdülőkor, és nem tudták hova tenni a Zsuzsi nénit. És akkor halló, hello, jó napot, és aztán mondtam neki, hogy megtisztel, hogyha megtartja a tegeződést, mert nem sokára annyira felnőtt lesz, és én meg olyan öreg, hogy büszke leszek rá, hogy egy ilyen fiatal lány tegeződik velem. Zenélünk egyet Queen David Bowie-val, és aztán persze folytatjuk a beszélgetést itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban, Kertész Zsuzsával. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Kertész Zsuzsával beszélgetünk. Néhány üzenet megint, mert olyan csodálatosakat írnak a mi hallgatóink. Ezt írja Pál Márta. Hát ez csodálatos, keresem az érzelmeket kifejező szavakat most. Egyelőre csak az jut eszembe, hogy igazán boldog vagyok, hogy ismét kikapcsolhattam a tévét, és lélek melengető a Retro Rádiót hallgatni Kertész Zsuzsával. Köszönöm. Jaj, de jó. Aztán Kertész Zsuzsa még a régi generációt képviseli, amikor még fontosak voltak az igazi értékek. Szeretem a Presszót hallgatni, jó egészséget és sok sikert kívánok. Nem hízelgésből mondom, de hiányzik a képernyőről. Igaz, bemondok, ma már nincsenek. Kár, írja Emmi. Személyiségek még lehetnének. Régen bemondóknak hívták őket, de attól még, ha olyan személyiségek lennének, akkor ugyanúgy megjegyeznék, mint hajdan bennünket. Nagyon sok most a csatorna, meg a választási, válogatási lehetőség is, de aki átjön, az átjön. Ezt így szokták mondani, hogy átjön a Rivaldán is, hát átmegy a képernyőn is. Csak legyen neki. De ezt ma már egyszer megfogalmaztam, hogy a szó szoros értelmébe vett bemondók valahogy nem léteznek. Ma már speakerek vannak, műsorvezetők vannak, DJ-k vannak. Olyan, mint hogyha a bemondó, mint szakma, az valamiféle degradáló kifejezés lenne. Milyen érdekes, amit mond. Én ugyanis nagyon büszke vagyok arra, hogy bemondó voltam. És ezért hálás is vagyok a Magyar Rádiónak is, még a tévének is, ameddig még voltak ott is bemondók. Ugyanis az egy minőséget jelentett, hogyha valaki bemondó. És most, hogyha valakire, aki ilyen-olyan kis szőnyeg szélén álló riporter vagy állványtartó vagy stb. Azt mondják, hogy bemondó, kikérem magamnak. Tehát de az a baj, hogy ő is. Hogy a mi bemondóságunk az egy olyan fajta kategóriát és egy emelt értéket jelentett, hogyha netán a hírszerkesztők vagy akár külpolitikusok nem tudtak valakit megnevezni, vagy címét, rangját, nevét, hogy kell kiejteni, vagy mit tudom én, egy olyan ismert nevet, hogy azt hogy kell kimondani, akkor egész biztos, hogy a bemondókat hívták fel. Nekünk ugyanis Csók Pali egy olyan jegyzéket állított össze, és állandóan frissítette is, hogy a tudásunk megbízható legyen, és lehessen arra támaszkodni. Az, hogy érthetően beszéljünk, megint alapvető dolog volt. És olyan beszédtechnika óránk volt, amiben hát bizony gyöngyözött a homlokunk. De megérte. Tehát azt csinálunk a hangunkkal, amit akarunk. Hogyha vidám akarok lenni, akkor vidám vagyok, és mosolyog a hangom. Következő pillanatban pedig a B-52-esek bombáztak. Tehát egy pillanat alatt lehet váltani, és érzelmeket, mint ahogy a hölgy is írta, érzelmeket kifejezni, és ezt meg kell tanulni. Nem csak a színészeknek, hanem mindazoknak az embereknek, akik emberekkel bánnak. Akik előadást tartanak, színpadra lépnek, rendezvényeket szerveznek, esküvőket bonyolítanak le. Azt szokták mondani, hogy esküvőket bonyolítanak. Nem bonyolítják, hát pont az a feladatuk, hogy bonyolítsák le. És itt vannak a magyar nyelvnek azok a sajátosságai és finom ízei, amiket érdemes megfigyelni. Zseniális. Nem tudom, azt a hallgatók észreveszik-e, ahogy Zsuzsa beszél, egyszer sem mondja azt, hogy ő pedig ma már ez teljesen megszokott. Mindig tudja, hogy mit akar mondani, mi a következő szó. Nem gondolkodik rajta. Fordítva, gondolkodik rajta, és azért nem mondja. Igazán. Tehát, hogyha megfigyeli, aki meg átköt, meg azt mondja, hogy annak nem jön az a gondolat, amit ő szeretne kimondani. Tehát mindig arra bíztatom megint csak a hozzám járókat, hogy engedd meg,
hogy leessen nála a tantusz. És ahhoz a csend kell, és ezt is Cserés Miklós doktor tanította meg nekem. Tehát, hogyha megfogalmazol egy frázist, direkt csinálod. Leteszed, direkt csinálod. El fog jutni a gondolat, és aha, értem, mondja ő. Hát nekem a következő gondolathoz kell a csend, neki a megértéshez. De a csend kell, dramaturgiai funkciója van. A csendtől szerintem nagyon félünk. Főleg ma már kereskedelmi rádióban a csend a legnagyobb ellenség. Nem hiszek benne. Tehát, hogyha egy gyereknek is mesélünk... Persze. Én ezt most énként közöltem, értem, hogy ezt persze. hallom, ezt látom, értem, ezt tapasztalom. De attól én még nem hiszek benne. Tehát, ha egy gyereknek is mondjuk mesélünk valamit, nem az a lényeg, hogy mi tudunk-e olvasni, és 3 perc alatt ledaráljuk azt a mesét, hanem az a lényeg, hogy amikor azt mondom is, hogy mész a susogó erdőn keresztül, csönd. És egyszer csak észreveszed a bokrok között, na most én nem mondtam neki semmit, hogy ott gomba van, fehér hajú nő, vagy ló, vagy mit tudom én, de micsoda. De én már ezeket mind láttam, pedig már nem vagyok gyerek. De ő el tudja képzelni, na és ezen múlik az, hogy utána tud-e beszélni, vagy nem. Van-e fantáziája, vagy nem? Vagy rögtön letiltjuk, meg mindenre megadjuk a megoldást, mert gyerünk, gyerünk, megoldás, sietni kell, itt nyomd le a kilincset 45 fokos szögbe, és akkor kialakítottuk a robotokat. Most az jutott eszembe, hogy elkezdett mesélni, hogy olvastam valahol, hogy a gyerek csak akkor ment el fogatmosni, amikor ön volt adásban. És megkérte, hogy a gyerekek menjenek el fogatmosni. És nem így kértem meg. Örülök, hogy erre rábukkant, mert egy anyuka írta meg, hogy én hiába küldöm, hiába mondom, és maga azt mondta, fogmosás volt, tehát nem felszólító módban, és az imént beszéltünk is egy kicsit erről, hogy nem te üzenetként, hogy menj el és mosd meg a fogadat. Nem megyek. Hát egy rendes gyerek csak nem mond, illetve csak ellent mond, tehát juss se megy, akkor nem megy. De ha azt mondom, hogy fogmosás volt, tehát a Maci már megmosta, hát ha Maci megmosta, akkor neki is meg kell mosni. Ez nincs mese. A zene már volt, most lesz. Jó, ez most nem jött ki jól. Zenélünk, aztán beszélgetünk tovább Kertész Zsuzsával, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Kertész Zsuzsa, 20 percünk van még. És én az csak azért is meg fogom kérdezni azt, amiről beszéltünk délután, hogy ezeket a témákat hagyjuk, de engem érdekel, és végre itt van valaki, akitől személyesen megkérdeztetem, mert gyerekkoromban ez engem foglalkoztatott, amikor ott ül a néni, ott ül a bácsi a tévében, és elmondja, hogy most... Hallgatom, öcsi! hogy most következik ez és ez a film, akkor a bemondó az ugyanúgy leül, és egy tévén megnézi azt a filmet, hogy a végén elmondhassa, hogy vége van, és most a híradó következik, hogy mi történt abban a másfél órában, fél órában, amíg az a műsor ment, amit felkonferáltak. Variáció a témára. Hát ki tudja. Tehát elindul valami, ha érdekel, nyilván megnézem. Ha közben van egy telefon, nyilván fölveszem. Mint a telefon. Ha nagyon éhezem, és korog a gyomrom, akkor megpróbálom a kettőt összevegyíteni, magyarul eszem, miközben nézem. Az, hogyha nem érdekel egyáltalán, akkor kimegyek, és akkor valami dolgomat elintézem. Még például olyanok is voltak, hogy tanultam. Tehát ez mondjuk a rádió esetében, amikor rádiós voltam, ez nagyon nagy hasznot hozott nekem. Ott be tudtam ülni a hanghő mindenféle szigetelt stúdióba, senki nem zavart, és amikor egyetemre jártam, gyakorlatilag ott készültem fel az egyetemi vizsgáimra is. Tudtam, hogy ha egy Mahler megy, egy igazi kis izmos Mahler, az legalább 47 perc. Hú, hát az nagyon jó, az egy 2 tételt ki tudok dolgozni. Amikor 1 perc 20-ban, egy 1 perc 5-ben voltak a kicsike kis dalocskák, Schubert dalok, vagy bármi egyéb, akkor nem futotta erre. Tehát akkor arra kellett koncentrálni, hogy én most a rádióról beszéltem, igen, persze, de a tévében ugyanez a helyzet. Tehát voltak ott kollégák, operatőr, akivel össze voltunk zárva. Bizonyára ő is, én is sokkal több időt töltöttünk el együtt, mint a saját házasságunkban.
mert ott voltunk a 8 óra alatt. Vagy például a olimpiai közvetítések voltak, vagy éjjel 2-ig tartott. Akkor ott bevittünk 2 matracot, és letettük a földre, és megpróbáltuk valahogy átvészelni. De volt olyan japán film, hú, azok de szörnyűek voltak, és éjjel 2-ig tudtak tartani, és volt egy olyan adásvezető, aki finoman szólva se kedvelt engem, és mondtam neki, hogy te, ez most elindul ez a film, megy itt 2-valahány sok órán át, és majd valamikor éjjel 2-kor véget ér. Én most itt hazamenni. Szó se lehet róla, a bemondónak itt kell lenni. Mondom, miért? Atomtámadása, vagy mire számítunk? Mert ha atomtámadás, akkor már mindegy, hogy hol vagyunk, úgyhogy hadd menjek én haza. Mondta, hogy nem. Juss se. Jó. Éjjel 2-kor beültem, és lekonferáltam az adást, és azt mondtam, jó éjt. És ennyi. És ott maradtam a képernyőn. Senki nem hitte el, hogy csak ennyit fogok mondani. És ezt nem lehetett volna felvenni előre? Mindent lehetett volna, de hát ebben ez volt a poén, hogy nem. Nem, hát én legalább olyan dacos vagyok, mint te. És egyébként mindig élőben ment? Soha nem volt, hogy ezt most vegyük fel, mert egyébként... Azt már kicsit, tehát nem a kezdetekkor, hanem kicsit később. Amikor valamelyest lazult, hát most már rádióban is, tévében is, szinte úgy, hogy tudják, mikor kell a híreket mondani, addig azt csinál, amit elmegy szafaládéért a sarokra, vagy mit tudom én, és akkor visszaér időre. És a lényeg az, hogy időre ott legyen. Ha nincs ott, akkor ki van rúgva ilyen szenvedő szerkezettel. Tehát kirúgják. Tehát most egészen más már az élet, és mások a relációk. A Dallasról egy fél mondatot beszéljünk. Mert kevés. Kevés a fél mondat? Kevés. Akkor beszéljünk sok mondatot. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy a Dallas mindig Kertész Zsuzsa hangjával indult. Legalábbis a magyar kiadása. Volt a Minden lében 2 kanál, a Dallas, azok a nagy sorozatok. Jaj, nagyon imádtam. Ugyanis akkor még nem voltak ilyen technikai mindenféle csodás megoldások, hogy egyszer fölveszik, utána egy-egy hangot szereplőt pluszban fölvesznek, és azt a hangtechnikus oda bevarázsolja. Tehát akkor minden egyes ilyen felkonfot egyenként kellett fölvenni, és azért egyenként járt a gázsi. Hoppa. Úgyhogy imádtam ezeket a hosszú sorozatokat, a Dallast is többek között. És a Dallasnak volt még egy érdekessége azon kívül, hogy komoly pénzkereseti forrás volt, hogy utána a rádióban kitaláltunk egy olyan műsort, ami az aznapi Dallas adással foglalkozott. Ez már késő éjszakában nyúlóan volt tulajdonképpen, és volt segítőm, a Margó, aki rögtön rejtvényeket talált ki rá, valamint előre azért én az adásvezetőktől, akiknek kötelező volt végignézni minden egyes adást. Előre. Jó, én egy Camparit is nyertem ezzel, na mindegy, most visszatérek a Dallashoz. Tehát kötelező volt megnézni minden egyes adást, és referálni, hogyha a bemondó azt kérte, mert a fölvezetésben szerette volna használni az infót. És akkor megszereztem ezeket, úgyhogy már jó előre tudtam, hogy milyen témák szerepeltek aznap a Dallasban, amikor az éjszakai műsorra sor került, és behívtam szakértőket. Tehát pszichológustól kezdve orvos, mit tudom én, mi részvényekkel foglalkozó szakember bejött éjszakára. Hát mondjuk az italozással minden adásban lehetett volna akkor foglalkozni, mert... Elben igen, tehát a rádióban nem látszott, ott csak hallatszott esetleg, hogyha valaki... Ez most arra jutott eszembe, hogy volt olyan, reflektálva erre, hogy önök adást készítettek abból, ami a Dallasban történt, és sokan úgy nézték a Dallast, hogy amikor Jockey ivott, akkor ők is ittak otthon, és állítólag elég hamar be lehetett rúgni. Elég hamar rá lehetett szokni, nem? És ráadásul igen. Van még egy körünk, úgyhogy visszajövünk, és a zenéről fogunk beszélgetni egy kicsit. Most pedig mi is zenélünk, Loco in Acapulco, 3:49 múlt, 1 perccel itt a még retro. Valamit el ne felejtsen. Na mi? Mohainak megígértük az indián nyarat. Na mehet a zene. Azzal fogunk zárni. Jó. Jó? Megegyeztünk. De ezt azért elmondjuk majd a hallgatóknak, hogy ez hogyan történik, és miért történik. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk
Kertész Zsuzsa, de 6 perc múlva bezár a presszó, úgyhogy gyorsnak kell lennünk. Utolsó dobás. Igen, de Balázs üzenetét be kell olvasnom. Tévébemondóként láttam a tévében először én is, de ha meghallom a hangját, akkor a Miért éppen Alaszka, a Vészhelyzet és a Dallas című amerikai filmsorozatok ugranak be nekem. Még most is hallom, amikor mondja, hogy bemutatjuk a Dallas című filmsorozatot. Magyar hangok. És itt felsorolja, hogy ki kicsoda. De klassz. Egyébként ismétlik is mindig, úgyhogy még ott is lehet. Noha, a végeket leszokták csapni. Igen, tehát ma már ez nem igen, divat. Igen, már nem divat. Ott már jön a következő műsornak az előzetese. Vagy a promója. Tehát nem a bemondó mondja el, hogy mi jön, hanem promója. Milyen zenét hallgat? Mindenfélét. Szabad idejében. Mindenfélét. Húha. De az mit jelent? Akár rockot is? A mindenfélében benne van az is. Akár. Igen. Nem biztos, hogy bennmaradok akkor a konyhában, de... De ott szól a rádió, de persze azt is. Nem tud olyat mondani se étel, de... Majd mindjárt kitérek rá. Jó. Tehát sem ételben, sem zenében, sem új hírekben, sem nevezetességekben, amikre nem harapok rá. És akkor most itt a ráharapokon végszózunk. Ugyanis egyetlen egy olyan étel volt Ulánbátorban, Mongóliában, amikor bementem a hentesboltba, és ott kékre lilára fagyott tevebendőkben volt valami. Na, azt nem. Valamint a... De a helyiek azt ott megették? Hát, az volt a kajájuk. Aha. És a másik pedig a kumisz volt, mert hogyha annak a kumisz aljára benyúltak, és előjöttek a legyek, mert azok is szerették, na, az se volt számomra olyan nagyon vonzó. Pedig ott is élnek emberek úgy, persze, hogy azt teszik. Hát miért? Hát Kínában mennyi finom ropogós ilyen-olyan. Jaj, sáskát, ne, meg kukacot, igen, meg minden egyebet ezt. Azt még csak-csak. Ki hova, hogy születik, és mit szokik. Az, ami nálunk négy lábú házi állat, és mások megeszik, na nekem az... A... Főnökről beszél, aki négy kézláb jár, mert részeg. Szóval itt van nekünk most egy dal így a legvégére, mert hogy Mohai Gábor üzent nekünk. Egyrészt, hogy hallgatni fogja az adást, amitől aztán még izgalmasabb lett ez a mai. Én amúgy is ilyenkor extrán próbálok arra figyelni, hogy szépen beszéljek. Máskor nem biztos. De most nagyon figyeltem. Bóknak veszem. De és jól esik. Arra kérem, hogy ne elemezzen ki. Ne hívja fel a hibáimra a figyelmet. Mert biztos volt ezer. De akkorákat talán most nem hibáztam, hogy kirúgjanak érte. Viszont Mohai Gábor azt kérte, hogy ha már egyszer ő hallgatja ezt az adást, milyen jó lenne megint meghallgatni azt a Kovács Kati dalt, amiben ő is szerepel. Mohuskámnak, bocsásson meg, csak Mohuskámhoz komoly érzelmi szálak fűznek, nagyon kedvelem őt, és gyönyörű számomra a hangja. Azok a tónusok, amiket ő elő tud varázsolni, egyrészt olyan finom, puha, begöngyölő, és mégis nagyon férfias, nagyon szexis. És ezt a dalt, az Indián nyár címűt küldi önnek. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel. Szia, Mohus. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégül láthattam, hogy eljött, hogy itt volt. Én jól éreztem magam, szerintem a hallgatók is. És ön? Maradjunk ennyiben. Ez óriási. Óriási. Holnap is kinyit a presszó. Hobó lesz majd a vendégem este 8-tól. Mindenkinek szép éjszakát, jó estét kívánok. Köszönöm szépen. Csókolom. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig, este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, háttérben a legnagyobb retro slágerekkel. Retro Rádió.